Idaho Hall Másfélpercetien. Tessék! Megkésőbb. Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek! Szeretném, hogyha azok az emberek, akiknek van okos telefonjuk, beírnák az URL-be ezt a linket. Most. Egy perc oda. Most írjuk be ezt a linket, kérlek szépen mindenki. Okos telefon van rá. Ez már nem van tűzre. Nem, nincs kedve. Mondok egy viccet. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, mondom egyébként, janos.pre.show. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az én másfél percem valójában nagyon nem másfél perc, hanem lehet akár másfél hét is, vagy másfél év is. Elmondom, ez minek köszönhető. Annak köszönhető, hogy annak idején az első ember megalkotta a kőkereket. Annak idején aztán továbbfejlesztették fakerékké, és aztán pedig gumikerékké. Annak köszönhető az, hogy másfél perc helyett, akár másfél hetem, vagy másfél évem is van, hogy az emberek sosem álltak meg annál, amiük van. Sosem elégedtek meg azzal a technológiával, amivel rendelkeztek. Mi is ugyanúgy vagyunk ezzel a szóprezónál. Az a helyzet, hogy mi a prezentációpiacát szeretnénk megreformálni. Valaki azt mondta egyszerűen az ország. Hogy is van? Ja igen, nem is kicsit, nagyon szeretnénk megreformálni ezt a piacot. És, ennek köszönhetően létrehoztuk a szóprezót, ami egy interaktív prezentációs platform. Igazából úgy kell elképzelni, mint egy virtuális prezentációs asszisztens, aki mindenkinek a zsebében ott lapul, akinek okos telefonja van. Öt. Egy rendezvényen. De később elmondom a többét. Hát figyelj, olyan helyzetben hoztál, Tamsival. Amikor valaki följön és ezt mondja, hogy neked nem másfél percem van, hanem akár másfél órán is, akkor úgy figyelsz le itt, hogy fogod a köszönetet. Úgyhogy gratulálok, picit tovább hagytunk már csak azért is, hogy neked egy igazad is, amire hogy sikerült mindent elmondani, amit szerettél volna. Hát a következő startup csapatnak a neve elég bonyolult, igazából nehezen mondható, de mégis megpróbáljuk. Igazából, hogyha egy kicsit furcsa mondanak, akkor használsz lenne. De, tehát az egészségedre lenne a vége. De természetesen nem erről van szó. Hölgyeim és uraim, a piros csalóban fogadják nagy szeretettel a nincs tovább, sem komment, hanem egy érintéssel